Bár a hagyományos birkafőző fesztivál elmaradt idén, de a birkafőzés napján, június 26-án Karcagon így is több századag birkapörkölt fogyott. Több mint két évtizede kerül megszervezésre Karcagon a birkafőző fesztivál, amely idén is természetesen megszervezésre került. Nem csak a programok hiányoznak, nem csak azok a koncertek, és nem csak azok a kiegészítő részek, a vásár, a gyermekprogramok, különböző játékok, hanem azok a közösségi beszélgetések, azok a találkozások, amelyek azért több mint 20 éve jellemzik a karcagi birkafőző fesztivált. Amikor egy-egy család összejön, amikor rég nem látott barátok, távoli ismerősök egymás mellett főznek, és több hónapos, több éves távollét után meg tudnak beszélni dolgokat, újra tudnak találkozni, együtt vannak, örülnek, kóstolgatnak. Én ezt gondolom, ez a legfontosabb része a birkafőző fesztiválnak. Ugye a tavalyi évben ez egy nagyon nehéz volt, hiszen akkor magát a fesztivált is elérte az a járvány hullám, amikor egyáltalán nem lehetett gyakorlatilag semmilyen közösségi rendezvényt tartani. Az idei évben egy picit azért enyhébbek a szabályok, és lehetőségünk volt arra, hogy kihasználva azokat a korlátokat, de meg tudjuk szervezni valamilyen szinten a birkafőző fesztivált. A valamilyen szint az azt jelenti, hogy azért kisebb közösségek, kisebb intézményi udvarokon azért össze tudnak jönni, tudnak beszélgetni, tudnak együtt lenni, sétálgatni, egy picit olyan érzéssel, mint hogyha hagyományos fesztivál lenne. Ez azért azt gondolom, hogy jóval több annál, mint ami tavaly volt, de azt is tudjuk, hogy jóval kevesebb annál, mint amihez hozzászoktunk. De bízom abban, hogy ezen az éven is túl leszünk, ezen a nehézségeken is túl leszünk, és jövőre egy újra a megszokott, hagyományos formában megrendezésre kerülő birkafőző fesztivál tudunk majd szervezni. Ebben az évben azért kisebb társaságok intézményi udvarokon alkalmazkodva természetesen az előírt szabályokhoz kerül megrendezésre az idei fesztivál. Figyeltünk arra, hogy mindenki eljuthasson mindenhova. Tehát, hogy legyenek olyan programok, vásárlási lehetőségek, és minden korosztályt meg tudjunk valamilyen szinten szólítani. Ugye hagyományos már az, ha az előző éveket nézzük, hogy mindig a pénteki napon már valami fajta felvezető programmal kezdődik a rendezvény. Ez a tegnapi napon is így volt, hiszen az ifjúsági házban a Fülemüle együttes koncertjén táncolhatott, szórakozhatott az, aki azt úgy szerette volna. És hát a mai nap azzal, hogy itt a hátam mögött is látszik, hogy hajnalban, korán reggel összejönnek a társaságok, a baráti csapatok, és elkezdődik a főzés, hiszen a birkapörkölt főzése az egy hagyományos rendben kezdődő, több nappal előtte megelőzi a főzést, hiszen azért ki kell választani a birkát, föl kell darabolni, elő kell készülni a főzésre, és hát nyilván reggel, ahogy itt mögöttem is látszik, föl kell készíteni ahhoz, hogy délre kész legyen. Több helyszínen zajlik a főzés, és ebben nem is tudjuk igazán, hogy hány olyan családi ház, baráti társaság, nagy család vagy szűkebb család van, hiszen szerintem nagyon sokan fognak főzni a városban, úgyhogy igazából nem is tudunk róla, legalábbis központilag. Majd csak onnan értesülünk, amikor a fényképek elkészülte után, ugye föltöltik a honlapra, és amikor majd nyilván azokat a főzőket, akik a mai napon, a mai hétvégén főznek, majd meg fogjuk újra jutalmazni, mint ahogy a tavalyi évben is. Tehát visszatérve a főzésre, ugye központi helyszínek vannak, Szélmalmi Fogadóház, Morgócsárda, Látogatóközpont, Dériné Kulturális Központ, illetve azok a munkahelyek, ahol önkormányzati munkahelyeken nagyobb társaságok tudnak összejönni. Az idősebbek is megszervezték a saját főzésüket, tehát ők a Rákóczi úti központban fognak az Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület szervezésében majd birkapörköltöt kóstolni. Ha jól tudom, több mint 200-an lesznek például azon a helyszínen is. Ugye nem volt előzetes regisztráció, ahogy a tavalyi évben sem, tehát utólag fog kiderülni azt, hogy majd hányan főztek. Tavaly is két-három nappal a hétvége után tudtuk meg, hogy közel 100-an, több mint 100-an főztek a tavalyi évben is. Én bízom abban, hogy idén is legalább ezt a létszámot tudjuk majd hozni, vagy akár fölé is nőhetünk ennek a létszámnak. Legalábbis az előzetes beszélgetések, előrejelzések, érdeklődések azt mutatják, hogy idén is jócskán 100 fölött lesz a birkát főzőknek a száma.
Azt, hogy hány birka kerül megfőzésre, azt ugye nagyon nehéz, hiszen itt a hátam mögött is 5 birka kerül megfőzésre, szerintem a szélmalmi fogadóháznál is legalább 8-10 birka kerül megfőzésre. És ugye kérdés volt a zsűrizés. Hát nyilván zsűrizni most ebben az évben, mint ahogy tavaly is, azt fog, aki megkóstolja a birka pörköltet, és majd ő eldönti ott rögtön a főző mellett, hogy ízlik neki a pörkölt, vagy nem ízlik neki a pörkölt. Tavaly évben nem volt reklamáció, én bízom abban, hogy idén sem lesz. A díjazása pedig nagyon egyszerű lesz, mindenki, aki birka pörköltet főz, győztessé lesz nyilvánítva, függetlenül attól, hogy a mellette lévő zsűri hogy döntött. Tehát a mai nap, aki birkát főz, az már nyert.